Szervusztok, kedves GameStar TV nézők! Egy újabb nap és egy újabb GameStart. Itt vagyok most Sirius-szal itt nálam, és folytatódik a Beyond Two Souls hát végigjátszásunk, úgyhogy legutóbbi részünknél ott hagytuk abba, hogy éppen Duncan kérdezett minket arról, hogy mit is szeretnénk mit is csinálni, szeretnénk, és, most és igazak vagyunk, ugye? Igazak mondunk, vagyunk, eddig is a magyar ember igazat szól, megtanította ezt az anyukám mm-hmm. nekem is. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. You also yeah. have your dark secret, don't you, Jody? Igazság. Ja, már így csak fogod az X-et és nyomogatod. Én megyek az igazságra. Jó, ha te tudsz az ő szellemükről, én egyébként ők is tudhatnak a tesz szellemedről. Én megmondom neked őszintén, hogy én is ilyen mániákusan, morálisan pozitív oldalú ember vagyok. Például a Fable 2-ben, meg a 3-ban is én kétségbe esetten kerestem a pozitív megoldást. Mm-hmm. Én jó küldetéseket csináltam. Ugyanez volt a Skyrimba is, hogy nem mentem el a sötét mágusok felé. Úgyhogy abszolút veled érzek, én igen, valószínűleg ilyen shiny armorú lovagnak teremtette az életet. Ja nem, egyébként én simán csinálok ilyeneket, csak mindig ott van utána egy kis lelkiismeret furdalás. Például, hogy ezt a csávót elengedtem az óratoronyban. Igen. Én ott ugye elengedtem a csávót, az izé. Ezt azóta is bánom, tehát lehet, hogy újra játszom csak azért, hogy ne. Na most elmegyünk a szélmalmot. Illetve egy ilyen szélkerék meghajtású kuttunk van. És megberhelyik? Aminek nem biztos, hogy volt értelme annak, amit most mondtam, de nem vagyok indián, úgyhogy igazából mondhatok bármit. Oda kell szépen elmenni. Beakadt a szélerőműve a kis naváoknak. Ami egyébként nem meglepő, mert tegnap áttombolt rajta egy homoksátán démon. Homokdémon. És igazából meglehetősen sok dolgot felborított ahhoz képest, hogy mennyire vissza van építve minden. Egy pici munkád lesz. Ja, persze. Na majd készülj. Kiberhelek mindent. Belefújta a szénát a szél a kerekek közé. És ezt elég keményen tartja. Igen, ott elég csúnyán összeakadt, úgyhogy most na, én kiléptem és akkor te el is kezdheted csinálni a dolgokat. Bámulatosan könnyű feladat volt. Nagyon jól csapjuk már ezt a szellemmunkákat. De egyébként ez ilyen kis tutoriál videó is, hogy mi mindenre lehetne használni egy testetlen segítőtársát. Ott hopp, nézd csak. Ott a Jancsi. Cimbi. És most már nem parázunk, hanem akkor oda menjünk megnézni, hogy mi van. Mert nem vagyunk valószínűleg messzelenek. Gondolod, hogy azért paráztunk, csak egy... Mert hát azért szerintem külön lehet. Hogy csak a mesztelen nő fél alapvetően a szellemekről. Alapvetően szerintem ez a csaj eléggé megszokta már a gondolatát az ilyen testetlen dolgoknak. Hát azért beparázott ő is szegényként. Biztos nem mernék bemenni oda. Főleg, hogy ott állt egy szellemi indián a barlang előtt, és harangjáték szól benn. És egy döglött lófej, bár vagy valami ilyesmi. Hoppa, tudom, mi van ott. Ez olyan, mint egy múzeum, csak mindent meg szabad fogni. Úgy, de megváltozott ez a mese. Lehet, hogy valamit mondani akar. Csak a sok sám. Vigyázz, támadni a készül! A sok sámját nem tudja megtenni. Erre nem kellett volna reagálni, vagy ilyesmi? De mindegy. Egyébként nem, tehát mindenképpen ellöknek itt. Csak itt az a kérdés, hogy mit írt oda nekünk a koma. Korona, kérlek szépen. Meg újra. Egy nyilacska. Újra, és mutatja a nyillal, hogy arra kéne akkor talán.
de még egy fekete-fehér visszaemlékezés két formájában. Két nappal ezelőttről, vagy egy nappal ezelőttről. Még azért tudatosítják is bennünk, hogy akkor ne legyünk hülyék, menjünk arra, amerre mutat, mert hogy ott valami koronával kapcsolatos dolog van. Ó. Nagyon picit beakadt a játék, technikai szünetet tartott mentés előtt. Úgy döntött, hogy ő nem akarja. Közben egyébként letöltést is csinál, tehát ez simán lehet, hogy megakasztja, mert a háttérben van egy background downloadom. Elmondjam nekik, Sirius, hogy mondjad, mit töltök? Mondjad, hogy mit szedsz éppen. Resident Evil Super Bundle Pack, és amiből azt tervezem, hogyha egyszer Siriusnak van kedve, akár az ő csatornáján, vagy akár a GameStar csatornáján, vagy bárhol, egy picit Resident Evil 1 Director's Cut-tal játszani, csak a vicc kedvéért, akkor én tök szívesen játszanék. Nem tudom, hogy nektek van-e kedvetek, néző, barátok. Írjátok le egy kommentbe mindenképpen. De szóljatok, ha igen. Nem, és ilyen... hogyha neked van kedved Sirius, akkor én benne lennék. Ó, én bármikor szívesen. Játszom bármilyen játékkal. Kivétel a Popoli szomszédok negyedik, harmadik, minden részével második után. Azokkal nem. Itt most átjöttünk, de nem igazán látszik semmi. Itt vannak romok. Crown erőd, tehát kiderül, hogy a korona az gyakorlatilag egy erőd lehetett, ami aztán elpusztult. Valamiért, de ugye itt jön majd, hogy miért. Ami egyébként nem meglepő, ismervén azt a hatalmas dolgot, amivel ugye szintén egy nappal ezelőtt találkoztunk. Valami, nyilvánvalóan valami azzal kapcsolatos. Tehát azok az indiánok attól próbálják megvédeni ezt a földet, de hogy miért, mi történt, azt most és nekünk kell kideríteni. Az kiderül a következő részből, nem csak viccelek. Ne, itt a hardcore lenne így vágni. Na itt viszont vannak pár dolgok, amiket most, hogyha segítesz nekem, Sirius, akkor nézd meg, hogy most bele kéne terelni az én elmémbe. Terelem. Azt a kis entitás csóvát. Rajta vagyok az ügyön. Úgy. Ez az, belelépsz az aurámba, és már is láthatom, hogy... Mi történt itt pontosan? Rossz lett. Milyen érdekes. Nem emlékeztet téged ez a sűrítőnél történt eseménye? Dehogy nem. Dehogy nem. De figyelj, megnéznénk körbe a kedvemért, hogy hol vannak ilyen szivárgások? Mert még itt valahol kéne lennie. Az a lovunk. És... arra vagyunk, ott van egy szivárgás. Ott voltunk? Nem, ez az. Jó, jövök ide akkor. Visszalépsz a testembe? Ott, pont ott a fűnél lesz, azt hiszem. Rosszul gondoltam? Ott a másik, nem ott a másik oldalán ennek a, ott a fa. Tehát hogyha, igen, most jó irány, és ott a fának a fa és a fal között menj el, és ott az ajtó alatt, nem? Itt, is, aha, igen. Itt van. Benjo vagyok. Na, akkor tereld be a gondolatokat a fejembe. Kapod a zöld. Meg lehet adni egyből is. Nem, mindenképpen kell a másik, hogy ezt úgy beleerősít. Persze, kicsit följebb. Lejjebb. A két kis szellemmel, bimbóval erőltesz bele az agyamba az információt. Na, szerintem nem. Nem fog menni, nem, tehát nem muszáj lesz úgy egyben. Terelned a dolgot, hogy bele találjon a kobakomba. Most nekem az az érzés, hogy nem reagál erre a cuccra, amivel itt terelem. Gondolod? De, megvan. Lehet, hogy fordítva kell, tehát lehet, hogy azt kell alulra vinni, és a másikat kell fölülre vinni. Nem, mert az nem megy balrább. Ja. Azaz, tök mindegy, tök mindegy, most jó, kész. Állj így, pityukam, állj, tartsd létre. Állj, tartsd itt a lélekvándorlás. Na, jó vajon? Vagy már meg kellett volna történni a barátság? Ez az. Vagy... Ágazó fa. Az ott van a izé közepén, nem? Merre menjünk a táborunk akkor? Közepén, nem? Nem. Azt csak látomásban láttuk. Ja. Az álmunkban, de akkor majd még el kell keresni, gélnünk arra, hogy merre is van. Tovább tereljük itt a dolgokat. Hát nem ez a legváltozatosabb rész, ezt azért meg kell mondjam. De igazából az egyik legszebb, mert mint hogy de van egy magával ragadó hangulata, meg nekem nagyon tetszik, hogy egy önmagában teljes történetet építenek most itt föl. Ami, opá, bocsánat, csak rád néztem és azonnal elvesztítettem az irányítást, a ló felett. Kisiklott a paci, mert nem akar visszaengedni, nem?
Mert hogy szerintem itt nem tudsz átmenni most. Gondolod? Szerintem elértél egy határt. Nem, szerintem csak elbénáztam. Igen? Megpróbálsz hogy eltévedtem. Megpróbálsz megint elszaladni a szikla mellett? Vagy lehet, hogy itt van az erőt környékén az a fal, amit keresünk? Mindjárt meglátjuk. Most körbe csapatjuk szépen. Na legalább kiderül, hogy mekkora az az úgynevezett bejárható terület. Ja igen, ezeket direkt csináltuk. És pontosan tudjuk, hogy hova kéne menni. Hát nem erre. Hát nem erre. Nem egy journey azért. Hú, ezt úgy szeretném kipróbálni. Hát a demója az itt van, de meg is fogom venni, mert csoda. Csoda játék az. Minden PS-re van, ez a baj. Nem minden, baj, az minden csak minden iOS-re, meg ilyenekre. Oké, okay, ott az út. De, nézd meg! És itt volt az, aha, a szikra, amit nem tudtál átmenni. Hát elindulok erre. Szerintem akkor egyszer nem tudsz visszamenni. És visszarak. Ja, nem tudsz visszamenni. Akkor jó, itt akkor van, itt kell, van valahol itt kell, a fa. Itt kell keresgélnünk. Ez nem az. Meg kell néznem, hogy merre vezet ez az út a másik irányba. Illetve, hogy tudok-e mondjuk az egy kaktusz? Menni. Nem, lenne egy tippem, hogy nem. Jó. Tehát... Itt volt az erőd. De be tud akadni. Ahova nem lehet bemenni lóval. Vagy nem tudom. Akkor megnézem arra fele, a barlang fele. Ha onnan is visszafordít, akkor hivatalos és életképtelennek nyilvánítom magamat, és ide hívom Dávid barátunkat. Hogy megmutassa, hol van ez a fa, amit keresünk. Hogy hogyan kell. Ez olyan, mintha rágoogliznánk a megoldás, csak rosszabb. I need to find a forked tree. Aha, tehát nem mehetek el innen. Találnom kell egy kettiágazó fát. Ha a fene fenét teszik, akkor is. De... Az erődben voltunk, igen. De az erődben van? Itt vagyunk az erődnél éppen. Ez, itt az eréd. Már megcsináltuk a látomás dolgokat itt. Igen, most konkrétan Dave lediktálja nekünk, hogy merre kell menni. De te arra voltunk. Erre voltunk. Vagy csak tartsuk azt az irányt? Igen, meg lesz ez a fa. Jó, találunk kell egy kettőjárkozó fát, gyerekek. Hát most ez van, akkor ez van. De Jézus Isten, mit szerencsétlenkedek, komolyan most már kezdem magam kellemetlenül érezni ettől az egész fa üttől. Azért furcsa, mert amikor játszottam végig a játékot, akkor azonnal megvolt és világos is volt. De nem erről itt, az nem útról itt lökött vissza minket kétszer. Hát erről az útról visszalökött. Nézd csak, ott lesz. Nem, ez tök egyértelmű, de kétszer visszafordultunk. Ott kétszer visszafordultunk. Arra indultunk először. Igen. Amit nem azért mondjuk, mert magunkat mentegetjük, ami szintén egyébként egy opció lenne, de hogy tényleg visszafordított kétszer. Jó, hát belefutottunk. Egyébként nem vagyok meglepve, nem lennék meglepve, ha a kontrollerre lenne valami. Most megint elkezdett elfordulni. És lehet, hogy... Jaj. Lehet, hogy kicsit nézd meg. Hajdoklik. Nem is áll annyira egyenesen ez a cucc. Nem azt mondom, hogy hopp, jó. Hopp, egy nagy X, így alattunk. Esetleg, ha nem lenne tökéletesen egyértelmű, hogy megtaláltuk a fát. Na, az ide, hát megkeresek valami. Neked minden forrást. Hopp. Ott ellen. Aha, jó, adj vissza, és akkor megyek oda. Édennel kell kiásni. Édennel kell kiásni! Jó van, nyugi. Hát ez azért nem nevezném ásásnak feltétlenül, de... De sok hát de te legalábbis látod, hogy hol szivárog a olaj. A mentális olaj. A mentális olaj. És akkor legalább ebben van... Oh. Na, csontok. Csontok. Igen, nyújj hozzájuk. Doktor csont. És egy talizmán. El is rakja, mert hát nyilván a sírablás az már divatos a 90-es évek óta. Videójátékokban. Na, jó, maszkos. Go,
ghosts. They were wearing these ritual masks. Gyorsan, amíg csak vakon túrás. Ja, akkor ne nyomogass vissza sehova. Mindet kirabolja. Nem is egyet, mindet. Tehát itt több indiánnak, több navaónak a csontjai vannak mindenféle amuletekkel ugye körbe eltemetve. Ennél a fánál történt valami nagy para, ami miatt most szopóágon van az egész indián törzs, és azoknak leszármazottjai. És ez valamiért ugye ennek. Az ott a nagyma. Vagy legalábbis a nagyma a takarója. Bizony, jól látja, kedves Sirius úr. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Mindjárt. Bocs? Terelem neked a füstöt. Tessék. Tessék a agyamba belerakni a dolgokat. Milyen szép ívben. Olyan kaput láttunk már. All went by too fast. I didn't understand it. It's just all mixed up. It's as if something's missing. Dave közben a háttérben meghalt. Dave köhögését hallhattátok már, amennyiben behaladszol. Ne, megpróbált elmenekülni, ne haladszoljon be. Hát én úgy láttam egyébként, hogy valamennyit azért be lehetett hallani. Na, akkor most talán vissza kéne vinnem a cuccokat. A zsákmányt. A zsákmányt. A lootot most szépen. Figyelj, már megijön, és most már napközben jön a homokvihar, tehát egy kicsit kezd szemtelen a helyzet. Kezd nagyon szemtelen egyébként. Na, futás vissza. Remélem, hogy tudom, hogy merre van most a vissza. Illetve, hogy minden sikerült. Nem voltunk már messze a háztól. Nem. Rájöttek volna ők is, hogy valahol. Minden itt volt. Papszi! Hát ezt nem tudom, ezt nem tudom. Hoppá. Baj van. Meggyógyíthatom? Úgy néz ki, hogy sajnos nem. Tehát ő most annyira szkripteltem folyik oda. Nagyon nagy para van. Teddy's coming back. We've got to get to the house. I don't think that's gonna help. There's nothing else we can do. My father told you can't fight a spirit. Szegény. Mm-hmm. Na jó, büdös gyorsan ki kéne találnunk, hogy hogyan tudunk küzdeni ellene. És a nagyi lesz a mi kulcsunk. Stolalt? Ott az ötödik talizmán. Na, összegyűjtöttük mindet. Csudavilág ez. Pont mint a tazókat, csak gyorsabban. Na, csinálsz nekem egy Csinálom. Kis memória huszárkodást? És ebben rengeteg modell. Indiánok kicsit olcsóbban, mint az amerikai kormány. Igen, kicsit alacsonyabb volt a költségvetés.
ancestors. They summoned Yaitsu here. They were lost, full of hatred for the white man. They bring spirit to kill their enemies and gain revenge. Turned against them. He was still hungry. Hungry for blood. Hát ez az sose idéz meg bosszúból démonokat, mert abból csak baj lesz. Hát illetve ne nyúlkálja semmibe ez, amit ez nem értesz. Ilyenkor kéne a szellemírtókat hívni. They used a ritual to open the passage. I still remember the incantation, but the ritual is lost in the past. Azért mondjuk erről beszéltett volna a nagy mutter az elmúlt 30 évben, hogy lehet, hogy valami el volt cidázva. Tehát, hogy oké, hogy baj van, oké, hogy hullanak a dögök mindenhol, meg a lovak, meg a bárányok, meg minden, meg egy kurva nagy homokvihar tátong minden éjszaka a házunk felett. Tudok egy sztorit. Néhány indián megidézte egyszer démont, lehet, hogy kapcsolódik, nem biztos. De mi úgy láttuk, elment akkor, arra. Ha gondoljátok, akkor járjatok utána. Lehet, hogy van némi. Tehát ez itt a nagy mutter egy kicsit oda tehette volna magát, kicsit, 15 kicsit, évvel ezelőtt. Kicsit bemutathatta volna, hogy ő képes erre, ha akar, de nem. Na, fát kell aprítani ahhoz, hogy megcsináljunk a tüzet. De egy picit itt azért nehezményezem, hogy a nagy mutter nem nagyon az öregeknek nem szabad már ilyet felhány torgatni, már nem fog megváltozni semmi. Jó, de ez nem az, hogy most szereti a papit, vagy nem. De... Na, okos. Eldobni és aztán rá googolnia. Na mindegy, hagyjuk is. Jody, what the hell? Trust me! I know what I'm doing! We gotta get inside! The storm is coming! Even me, Jay! Megszólalt a nagyi! Sima, Sunny! You can talk? Stick, Jody! You must find a stick to draw the sign! Ő meg még mindig a házat próbálja bedeszkázni. Hát próbálja csak, hát... Mondjuk... Oh! Szerencsére figyeltem. Hála az égnek, azt a három vonalat meg tudtuk jegyezni egy pontosan, ahogy néz ki. A javas emberek. Óriási. Na ugye most az a probléma, hogy ki kell tenni az öt ikon, vagy ikon, az öt medált, talizmánt. És aztán pedig ugye azoknak valódi embereknek is kell lenniük. És tolják a nagyit. Legalábbis a lelküknek. Igen, nagy is részt vesz a produkcióban, mivel ugye ennyien vannak. Még Uri Geller jöhetne. Na ki lesz az ötödik lélek, Sirius? Jövök már, nyugodt. Ott. Dave-nek is ehhez hasonló hangja van, hogy én mindig félek, hogy megnyit valami portált, amit keresztül beáramlik a sátán. És nem visszamenne ez, hanem kijönne még egy. És így, ó, oh, hát majdnem. Nem egészen erre gondoltunk, de végül is. Igen, csak hogy ez a játszi kocka póker annyira nem nagyon tetszik neki. Na de segítenek, látod, az ősök igen, szellemei. Igen, beterelik. Na, sus, kell jobban. Ugye ez most azért így jobb nekünk, hogy ez így történik. Egy ilyen invert születés egyébként, a földögzónót húzza vissza. Igen.
Jorannal segíteni Siri. Jaj, hát hogy értékelem, hogy élvezed, de fejek kéne csűrnöd. De nem tudom, merre kell húzni. Hát húzd lefele, próbálkozz, amerre érzed szemben áll. Fejen csűrtem. Még gyerünk, tolja neki a parancsot, amit rájövök, hogy csinálok. Amit most teszel, az örökké valóban biztos. Hát ez egy csuda volt, ez egy csuda. Visszarúgdastuk onnan, ahonnan jött. Mindenki a földön. Egy a fontos Duncan, jó van, gyerekek, nézzétek meg. Jól van. Cikket le kell adni. Menj visszaírjál. Jody! Hát itt sajnos úgy néz ki, hogy Nagyit elvesztettük. De visszaraktuk a dolgot oda, ahonnan jött. Hát sokan adták ezért most az életüket. Az biztos. Úgyhogy ez egy kicsit nehéz. Ez viszonylag érdekes történet, szerintem most már nem tudom, hogy belefér, szerintem most már zárjuk le, ezt nincs olyan sok ebből a fejezetből. Lezárhatjuk, nincsen kőbevésve, meg egy olyan 4 perc van. Ja, hogy úgy érted, hogy elmegyünk a végéig. Tehát, hogy ezt a fejezetet lezárjuk, ez körülbelül még 5 perc. Aha, persze, ezt toljuk végig. Dávid azt mondja, hogy nem tudom, hallatszott, hogy vajon be, hogy meg akarom csókolni Duncant. Abszolút nem erről van szó ennek a küldetésnek a végében, de ott, ja, de tényleg ott a végén már egy kis búcsú. Nyugi, Duncan. Megint egyébként egy olyan beszélgetés közepére csöppentem, amit higgyétek el, nagyon szívesen átélnék a tiszaszögetekből. Bár, hogy az életedben nincs skip cinematic gomb, ugye? Mert nyomogatnád, mint az állat most. Ding, ding, ding. Jó, nem érdekel a homofób hülyességetek. Én bevállalom. Én szeretem a Duncant. Na jó, egyébként ez most meg egy pátoszos rész. Megkapta izét, a takarót? Visszük a temetésre, tehát most temetünk. A megszentelt földjükre megyünk egyébként. Kicsit erről a részről egyébként a Blueberry, a fejvadász jut az eszembe. Mint film. Uh-huh. Vincent Cassel játszik benne. Nagyon jó film. Ajánlom mindenkinek. Felírom a listára. Meg a Michael Madsen a gonoszban, és zseniális. Pici vagyok én ezekhez. Itt is baktatni kell, komolyan mondom. Mintha csak a gyűrű lenne nálunk. De ez akkor is egy szép rész, meg nekem nagyon tetszik, hogy beletettek egy ilyen búcsút, ez szép. These are the bones of your ancestors. I'm sure they would have wanted to be buried alongside their own people. Gőzerővel nyomom a gyászgombot. Lássátok. Az X-et. Don't blame yourself. My father is with Shimasandra and his ancestors. He's happy where he is.
Szeretem, ahogy az indiánok egyébként hozzáállnak ez a halál utáni élet dologhoz. Ja, nem itt. Ők az indián kultúráról itt következtetéseket levonni azért. Talán. Ó, oh, hát nem, de sok filmben visszaköszön ez, hogy ugye megszeltett földön, nem temetik őket, nagyon odafigyelnek arra, hogy az ősök tisztelete, de ugyanakkor nem úgy fogják föl, hogy akkor ez most egy végletes tragédia, hanem hogy azt gondolják, hogy az ősökkel együtt van. Tehát, hogy ezt nem itt csinálták először. Pontosan. Persze, nyilván nem értek hozzá, tehát, hogy most itt csak okoskodom, de eddig a legtöbb ilyen filmben, ami az ezzel foglalkozott, megmondom, a Blueberry-t nagyon javaslom. Azt hiszem Blueberry a fejvadás az a cím, nem akarok butaságot mondani. Nyilván van a Quick Time. Mászos Quick Time. Persze. Na, fussunk neki megint, meg lesz az. Istenem. És mire feljutunk, eltűnik? Nem. Ez, hát igen, de valamit mutatni akar nekünk, ugye egyértelműen. És ide jöttünk. Meggyújtottam hanyagon. Egy kézzel, mint a cipót itt combról. Igen. És itt lesz majd egy rajz, ami számunkra érdekes. Nem kell tovább menni. Mintha ott lenne egy lyuk. Nem? Nem. Mármint, hogy van, de van, nem tudunk belemenni. Nem tudok belemenni. És nézd csak. Az is össze van kötve. Jóskával. Spooky! Tehát ezek szerint volt már ilyen a világtörténelemben. Még csak első se vagyok. Na és akkor most már tényleg elérkeztünk a végéhez, ezt most már szerintem tegyük bele ebbe a részbe. Búcsúzunk. Ez volt a mi kis történetünk. Búcsúzunk! Hátra is dől a film a filmben, mondhatni. Szerintem egyébként nagyon jó kis rész volt. Tehát nagyon-nagyon tetszik, hogy egy pici elkülönülő teljes történetet beleraktak ebbe a nagy játékmenetbe. A Duncan Ingei azok zseniálisak szerintem. Ez a helyi divat. If you don't find what you're looking for, just come back here. You'll always find a home here. Na és akkor itt jön a nagy kérdés, bár nem tudom, hogy az emberi kapcsolatok terén most mennyire hagyatkozok rátok, de akkor hogy búcsúzkodjunk? I'm gonna miss you. Hát tudjátok, hogy ilyen kurva vagyok. Én a házi bulin is összejöttem azzal a sráccal. Csak ti vagytok ilyen kényesek. Ilyen ez. Ashki is gonna miss you. One day I'll come back and see you. Na ölelés vagy csók? Gyerünk, tolj nekik egy kis romantikát. Csók? Mehet, gyerünk, csapjunk. Tessék, utolsó pillanat volt. Utolsó pillanatban pont elkaptuk, különben elsétáltunk volna mindennél. Júlcsi, ezt neked küldöm. Dave ilyen szarkasztikus mosolyan röhög. Igen, az a maga elé. Kamera mögött. Persze, ő nem nézheti meg a Pixel Popsit, de te meg... Na mindegy, jó? Jó, figyellek, lány. Félszemem rajtad. Took me some time, but I managed to get it going again. Take it. It's yours. It's the least we can do to thank you. Hát azért lehet, hogy azért, ma este... Ezzel azért rövidebb lesz a gyaloglás, tehát ment így igen, az, lehet, hogy azért ma este berúgnak keményen a Navajók, nem? Tehát, hogy azért elmen... Mind a kettő. Aki hát jó, hát nem azt mondom, hogy nagy buli lesz, de hogy be fognak csűrjelteni. Ők berúgnak bizony. Na, szinte biztos vagyok. Végre kimernek majd menni este az alkoholért. És ott állnak az ősök szellemei is, békében. Szóval szerintem ez egy tök jó rész volt, úgyhogy én azt mondom, hogy köszönjük a figyelmeteket, folytatjuk a következő, a Búcsú című epizóddal, folytatjuk a következő GameStartot. Úgyhogy... Nem sokára ismét jelentkezünk. Sziasztok!